Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket adventi lelki gyakorlatunk 5. napján. Itt vagy, mert feliratkoztál a katolikus.ma honlapon, és ha szívesen vagy itt, akkor hívd meg ismerőseidet is. Hadd indítsák ők is lélekben feltöltődve napjukat. És most mindenek előtt hallgassuk az evangéliumot Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem, mint hogy az atya ismer engem, és én ismerem az atyát. Életemet adom a juhokért, de más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók, ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ezek az evangélium igéi. Szinte elképzelhetetlen, amit Jézus mond, mégsem kételkedhetünk benne, egy nyáj lesz és egy pásztor. Ha Jézus bármely csodatétele előtt egy órával megkérdeztük volna a jelenlévőket, elhiszik-e, hogy Jézus megoldja ezt a problémát? A kánai mennyegzőn elfogyott a bor, a leprások megtisztulnak, vagy a keresztre feszített Jézus harmadnapra feltámad? Lett volna valaki, aki hitelt adott volna szavainknak? Jézus mindent tette, azt igazolja, hogy neki minden lehetséges. Ki kell írtani magunkból a bizalmatlanság legkisebb csíráját is. Ha az egész szöveget egészében nézzük, és nem csak a kiragadott mondatot, hogy egy nyáj lesz és egy pásztor, akkor a hangsúly ott lesz, hogy Jézus életét adta a juhokért. Ez pedig azt jelenti, hogy Jézus a kereszten legyőzte a sátánt, és így a gonoszság többé nem diadalmaskodhat. Tehát megszűnik a széthúzás, az önimádat, az én fényezése, és megszűnt az egység ellensége, aki szétfeszíthetné, amit Isten egynek alkotott. Igen, teljessé lesz az Isten műve, egy nyáj lesz és egy pásztor, és a nyáj hallgatni fog a pásztor szavára. Olyan harmónia borítja be a pásztor és a nyájának egységét, amit eddig még nem ismertünk, mert ma még próbálkozik a sátán, és oda-oda csap nekünk, abban a reményben, hogy maradt még hatalma fölöttünk. Krisztus azonban győzött a bűn és a világ felett. Akkor hogy létezik, hogy mégis erővel telepszik ránk a gonosz lélek, és részleges győzelmet arathat rajtunk? Lehetséges, hogy nem vettük észre, hogy Jézus legyőzte a sátánt, és új életre hívott meg minket. Lehetséges, hogy még a régi világ normái szerint élünk? Mintha egy régi vicc kísértene bennünket, két szovjet fiatalember beszélget, te nem kellene megmondani a nagypapának, hogy a cár atyuska meghalt. Nem tudjuk, mikor szűnik meg felettünk a bűnuralma. Ami nekünk ezer esztendőnek tűnik, az az Úr előtt 5 perc is lehet. Ne sürgessük az Urat, inkább azzal foglalkozzunk, hogy addig nekünk mi a dolgunk. Tanúsítani, hogy Krisztus már győzött, és mi általa
a győztesek közé tartozunk. Hogy nem ehhez a világhoz tartozunk, hanem ami odafönt van. A pásztor öröme, ha dús legelőre tudja vezetni nyáját. Ez a mi reménységünk. Jézus, aki az ajtó, nyitva van. Aki megtalálja a Jézus ajtót, az kibe járhat, annak szabad bejárása van az Úrhoz, és mindig rátalál a legjobb legelőre, mert Jézus tudja, mire van szükségünk. Az egy nyájdesz és egy pásztor ígérete nem isteni parancsra fog megtörténni, hanem az életáldozatot meghozó szeretetének megtapasztalása által az emberek szabad akarati döntése alapján. Akik megértették az isteni szeretet végtelenségét, azok hűséggel és viszont szeretettel válaszolnak rá. És ők alkotják ezt az egységet, akik meghallják és elfogadják Jézus meghívását. Valahogy úgy, hogy az eukarisztia vétele által, vagy a király megígéri a jobbjára kerülő juhok számára az örök életet, de tenniük kellett érte valamit, felismerni Jézust a rászorulókban. Jézus tehát más juhainak tartja a pogányokat, és a későbbi korok ateistáit is, akik a tanítványainak igehirdetése révén meghívást kapnak a krisztusi közösségbe. Jézus akarja, hogy akinek füle van, hallja meg a hívást, és aki jön, annak helye van az üdvösségben. Az ő személye teremt egységet a különbözőségben. Ő az egyetemes megváltó, aki összegyűjti szétszóródott gyermekeit, akik adottságaik révén, vagy nem törődömségük miatt messzire kerültek, más okolban találtak magukra, de a jó pásztor nem feledkezik meg róluk, és ismerős hangján hívja őket haza. Mindannyian ő benne lehetünk egyé. Ebben a bizalomban kell erősödnünk, győzelmünk titka tehát, hogy rátalálunk-e Jézusra, és elkötelezzük-e magunkat mellette. A mai nap kihívásaként arra kérlek, értékeld a hangokat, a hangzavart próbáld elengedni a füled mellett, és azt a hangot keresd, ami tiszta, megnyugvást kínál, ami a múltad és az örök jövőd lehet. A pásztor így tekint rád, hogy érdemesnek tartotta az életét adni érted. Áldott napot kívánok mindegyikteknek. Próbáljatok meg úgy járni-kelni a nap folyamán, hogy akikkel találkoztok, azokat lélekben már társaitoknak tekintsétek. Egy közösség tagjai vagytok. Örüljetek egymásnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!